Van olyan baloldali képviselő, aki szerint nem is a főváros, hanem a Fidesz felelőssége a Lánchíd felújítása. Kunhalmi Ágnes a hétvégén arról beszélt, hogy az ügyet a kormánynak kellene megoldani. Az M1 kérdésére az összes érintett hivatal azt válaszolta, hogy a Lánchíd a főváros tulajdona, így a fenntartás felelőssége is az övé. A műszakiak meg fogják mondani, hogy ezt a hidat mikor kell lezárni, de a Fidesz ezt ne várja meg, nem ajánljuk neki. Megfenyegette a Fideszt az MSZP-s Kunhalmi Ágnes a Lánchíd felújítása kapcsán. A szocialisták választmányi elnöke a hétvégén a Hír TV-nek azt is állította, továbbra sem a Karácsony Gergely vezette főváros felel az átkelő felújításáért. A Lánchíd az egy olyan nemzeti ügy, hogy a mindenkori kormánynak kellene automatikusan ezt feloldani, és nem politikai balhét és botrányt csinálni, mint amit Orbánik csinálnak ebből. A balliberális politikus azonban téved. A Lánchidat ugyanis 1994-ben sok más vagyontárgyal együtt eladta a magyar állam. Ráadásul a privatizációról szóló törvényjavaslat előterjesztője az MSZP korábbi oszlopos tagja Békessy László pénzügyminiszter volt. Kunhalmi Ágnes abban is téved, hogy a politikai balhét a kormány keltené. A fővárosi önkormányzat hivatalos honlapján ugyanis megtalálhatók azok a közlekedési műtárgyak, hidak, aluljárók és felüljárók, amelyeket a főváros tulajdonol. Rögtön a kimutatás elején a második, negyedik és nyolcadik sorban szerepel a Lánchíd Budai híd főjénél épült aluljáró, a Várhegyi alagút és maga a Lánchíd is. Ráadásul az átkelő pilléreit helyrajzi számmal is ellátták. A budait a 14.398-as, a pestit pedig a 24.498-as jelöli. Mindkettő ugyancsak a főváros tulajdona. Egyedül a Dunamedre nem, az továbbra is a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósághoz tartozik. A Budapest Közút ZRT honlapján tovább böngészve az is kiderül, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak üzemeltetését és fenntartási feladatait a cég szigorú, úgynevezett minőségirányítási, azaz ISO rendszerben végzi. A területért felelős igazgatóság oldalán pedig még fotók is népszerűsítik tevékenységüket. Az egyik a Lánchídról, a másik a Váralagútról készült. A Lánchíd felújítását el kell lapolnunk. Míg korábban támogatta és halaszthatatlannak nevezte Karácsony Gergely a Lánchíd felújítását, májusban már arról beszélt a Városháza közösségi oldalára feltöltött videóban, hogy az átkelő rendbetételét halasztani kell, mert vannak olyan dolgok, amelyek jelenleg fontosabbak, és azokra szívesebben adna pénzt. Azóta már azt is mondta, szerinte a kormány túladóztatja a fővárost, ami érinti a Lánchíd beruházást is. Teljes joggal tiltakozunk az ellen, hogy a város megadóztatja a magyar kormányt, tehát gyakorlatilag a budapesti önkormányzat nem támogatást kap az államtól, nem befizet a költségvetésbe. Ez minden beruházást érint, a Lánchíd beruházást is. A kormány ezt a 7 milliárd forintot biztosítja. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter 2018. augusztusában egy kormányinfón közölte azt, hogy a kabinet támogatja a Lánchíd és a Váralagút együttes felújítását. A kormány szándéka azóta sem változott. Ha Tarlós István lenne Budapest főpolgármestere, akkor zajlana és egy év múlva befejeződne a Lánchíd felújítása. A leromlott állapotban lévő híd műszaki ellenőrzését egyébként a Főmter végzi. Kerestük az egykoron ugyancsak privatizált céget, hogy mikor volt az utolsó szemléjük, annak során milyen megállapításokat tettek, illetve hogy mikor lesz a következő vizsgálat a Lánchídon, de közölték, nem nyilatkoznak az ügyben. Arról sem, hogy ezért mennyit fizet nekik a főváros. A fővárosi kormányhivatalt is megkerestük, hogy a jogszabályok szerint ki a Lánchíd kezelője. Válaszukban azt írták, a Széchenyi Lánchíd a fővárosi önkormányzat kezelésében álló kiemelt forgalmú főútvonal, amelyről kormányrendelet rendelkezik. A Lánchíd pedig a fővárosi önkormányzat tulajdonában van. Megrongálódását a közútkezelője köteles kijavítani, és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzeteket is neki kell elhárítani.